Hallgasev Gavranovics Andrea, leányom 3 éves. Kedvence a Bogyó és Babóca, de más történeteket is szívesen meghallgat. Próbálom belecsempészni a meseolvasásba magyar népmeséket, a tanító jellegű meséket, tehát olyan mesékre gondolok itt, amik tehát a mindennapi életben bizonyos dolgokra tanítják meg a gyerekeket, tehát fogatmosni, öltözködni, viselkedni. Hát kisebb-nagyobb sikerrel, ugyanis 3 évesen már nagyon ki tudják választani a gyerekek, hogy melyek azok a mesék, amiket szeretnének hallgatni, és amiket szeretnek. A könyvesboltokban szintén a Bogyó és Babóca történetek a legkeresettebbek. Nálunk a legnépszerűbb a Bogyó és Babóca, emellett a kifestők és a készségfejlesztő könyvek. Az entai Íris virágüzlet és könyvesbolt illetékesei azonban emellett igyekeznek más típusú könyveket is kínálni a legkisebbek számára. Vannak most Disney könyvek, az ilyen régi gyerekmesés könyvek. Én ennek nagyon örültem, mert ugye gyermekkoromat idézték fel, úgyhogy ez az újdonság igazából, aminek én feltétlenül örültem. Az entai városi könyvtárban külön mesesarok is várja a gyermekeket, akik szabadon válogathatnak a számukra legkedvesebb könyvek között. A legkisebbek, akik még nem tudnak olvasni, leginkább a simogatós könyveket szeretik, ami kék képekből állnak, és ki vannak domborodva a képek. Leginkább azt szeretik nézegetni. A nagyobbak pedig nagyon szeretik a kortárs irodalmat, illetve számomra nagyon érdekes az, hogy visszajöttek azok a könyvek, amiket én gyerekkoromban nagyon szerettem, például a Vackor történetei, a Mártis könyvek. A kortárs alkotások közül a legkisebbek körében Bartos Erika, Anna Peti és Gergő sorozatának darabjai, valamint Darvasi László könyvei. A nagyobbak körében pedig elsősorban Leiner Laura és Szurovec Kitti könyvei a legnépszerűbbek. Ennek apropóján április 20-án Szurovec Kitti személyesen is ellátogat az entai városi könyvtárba, ahol több kötetét is bemutatja majd az érdeklődőknek.